Na szóval, srácok, itt is lennénk a legújabb Road to Glory epizódunkban, és ma elég sok izgalmas dolgot fogunk csinálni. Lassan vége van a Future Stars dolgoknak, úgyhogy a maradék swap tokenünket elhasználjuk, illetve szokásos weekendliges dolgainkat is megcsináljuk, emellett meg valami Squad Battles Rewardsunk is van. Na jó, viszont mielőtt belekezdünk a lényegi részébe, ha egy olcsó és megbízható oldalról szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com-ot, és használd a bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Link a leírásban. Na itt is vagyunk, és ha minden igaz, akkor kijött már az összes swap token, és nekem most van 15 darabom, illetve 2-t vagy 3-at még meg lehet szerezni, de kifejezetten azok már megmondom őszintén nem érdekelnek. Viszont 85 plusz sort 10-es rare players packet fogjuk gyönyörűen megcsinálni ebből a 15 darab tokenből, úgyhogy gyorsan bele is kezdünk a dolgokba. Mindjárt rá is keresünk itt a swap tokenekre. Ide kell 7 darab, ha minden igaz. Égyni, ezzel egy meg is van, kapunk érte 100 zsetont, bomba, és akkor még a maradék 8-at is gyorsan bedobáljuk, aztán akkor jó lesz. Na, megvan ez is, újabb 100 zseton, viszont ami a lényeg, az most következik, itt is van ez a csodás 85 pluszszor 10-es csomagunk. Jaj, hát ebben azért lehetnek jó kártyák, remélem, hogy azok is lesznek, mindjárt meg is nézzük. De először kinyitjuk ezt a csodálatos gold packet, amiben valószínű semmi nem lesz. Így is van, tökéletes. De azért megnézzük ki az, hogy Pepe Reina. És akkor jöhet is a nagy nyitás, vagy hát reméljük, hogy nagy nyitás. Nézzük, légyci valami jót dobjál be, kérlek szépen, könyörgöm. Future Stars, az már jól kezdődik, francia CB Badiashile. Jó ő? Nem tudom, jónak számít. Kártya alapján egyébként nem rossz. Na majd mindjárt kiderül. Ederson, Lukaku, Skriniar. Jó, amúgy lehetett volna sokkal jobb is. Úgyis itt van nekünk ez a Chris Smalling SBC, és benne pedig a Jones kártya is, úgyhogy ezt gyönyörű szépen meg is csináljuk. Felhasználjuk azt a három játékost, aki esetleg még kimaradt, vagyis hát duplicate volt. Na meg is van, itt van nekünk egy Jones, illetve egy Smalling is, úgyhogy két United legenda, vagy hát nem is éppen nagy legenda, de FIFA legenda, mindenféleképpen csatlakozik a csapathoz, és őket szerintem én be is fogom építeni. Kíváncsi vagyok rájuk. Úgyhogy lehet, hogy most egy kicsit hát úgymond gyengítés lesz a csapatban, de gyakorlatilag egy kis fánt viszünk bele a dolgokba majd szerintem. Úgyhogy összedobok valami jó kis csapatot. Na srácok, össze is raktam egy jó kis csapatot. Beépítettem egy pár új játékost. Itt van ugye Smalling, illetve Jones, és akik még nincsenek meg, az Butland, illetve Willock, de mivel vannak ezek a loan kártyáik, ezért gondoltam, kipróbáljuk őket, aztán, hogyha esetleg nem jönnének be, akkor nem kell őket megvenni. Azért 14 mérkőzés alatt én azt gondolom, hogy nagyjából kiderül, hogy mennyire jó egy kapus, illetve 20 meccs Willocknál is bőven elég lehet. Úgyhogy ez a csapat igazából Walcott csatárban, és mérkőzés közben pedig, mindjárt mutatom is, igazából szokásos a felállás, így néz ki. Mérkőzés közben a felállásunk, Maldini kimegy a szélre, Vieira behúzódik igazából középhátvédbe szokásosan, Walcott, Föller csatár, Del Piero középső középpályás, Xabi Alonso és Willock pedig középen alkotnak. Úgyhogy igazából olyan túl sok változás nem volt, taktikailag legalábbis biztosan nem. Játékosokban azért most így hirtelen 5 játékos új lett a keretben. Viszont még mielőtt kipróbáljuk ezt a kis csapatot, azelőtt szereztem még 3 tokent, úgyhogy lesz nekünk egy csodálatos Future Stars Team 1-es játékosunk. Ezt gyorsan meg is nézzük, hogy ki lesz az. Összedobom, és akkor már nyitjuk is. Na, meg is van. Nézzük. Gyönyörű szépen, és akkor ezek voltak az utolsó tokenjeink, hogyha minden igaz. És egy garantált Future Stars játékos az első csapatból. Talán az amúgy még jobb is volt. Vagy hát a fene tudja. Nézzük. Légy szíves valami jót.
Hát ez egy szingó. Hát... jó, nem volt nehéz megszerezni ezt a három tokent, úgyhogy már jó lesz valami SBC-be. Emellett pedig most a héten valamiért kicsit elmaradt nekem ez a Rivals téma, úgyhogy csak három meccset nyertem. Jöjjön ez. Nyissunk négy csomagot. Aztán remélhetőleg most ezen a héten már jönni fognak a győzelmek mind a nyolc. Na, Jumbo Premium Gold Pack nézzük is az elsőt, tehát ezért nem várunk túl sokat ettől a két csomagtól, talán majd a Mega Pack-től. Jó, második és egyben utolsó ilyen csomagunk. Szintén semmi. Várható is volt. Oké, és akkor jöjjön is az első Mega Pack-ünk, nézzük. Ebbe sincsen semmi jó, oké, és valami német csávó. Hát ez nem német. Ez Antonio. Ja, Hoffman. Oké, értem. És akkor az utolsó. Nézzük. Na ez legalább 83-tól 85-ig valami. CDM, 83-as Fernando. Meg egy jó kis Henderson, meg egy Bennasser. Jó, egyébként kellene a csapatban ilyen kártyák is, úgyhogy igazából nincsen semmi probléma ezzel. Illetve még van talán egy új Balotelli SBC, amit azért hát lehet, hogy megcsinálnék, megmondom őszintén. Azért ez tetszik. Hát szerintem ezt összedobom még gyorsan. Na kész is van a Balotelli kártyánk. Nézzük is meg, hogy milyenek a statjai az öregnek. Elég jól néz ki egyébként. Na itt is van nekünk az öreg Balotelli 88-as. Elég jó statjai vannak, úgyhogy kíváncsi leszek. Nem tudom, hogy most így a kezdőbe be fog-e férni, szerintem első körben nem. De azért a padról majd lehet, hogy egy-két meccsen behozzuk. Na jó, itt is van Balotelli a padon, Neymar helyére hoztam be. Igazából Neymar tudsa nagyon játszott, nem vannak itt még rajta kívül technikás játékosok, úgyhogy így fogunk kinézni, és szerintem nyomjuk is a Weekend League kvalifikációt. Próbáljuk ki az új csapatot. Na meg is van az ellenfelünk, nézzük is. Azt mondja, hogy nem látom kik vannak nagyon, de biztos jó csapat. Tessai, Alovairant, hát ez csodás lesz ez is. Jaj, jó. Ó, Del Piero, de szépen oldotta meg, gyönyörű, 1-0. Ez tele van ikonokkal ez a csapat amúgy. Alonso, Walcott. Tio Walcott, hoppá, végig sétált a védelmen és 2-0. Ez szerintem ennyi volt ez a meccs. Nem? De. Na, ez gyönyörű volt. Szép. Töltsd már be. Na, 20 perc töltés után meg is van a következő ellenfelünk. Nézzük is, hogy milyen csapata van. Manyán kapu. Édes jó Istenem. Ez szép lesz. Jó kis csapat. Maldini. Jó. Föller 1-0. Erről van szó. Gyönyörű. Maldini eddig nem volt túl erős a támadásokban, de ez most nagyon szép volt tőle. Föller, hopp, az nagyon csúnya volt. Nem is tudom, mit csináljunk. Menjen a Walcott. És lő, nem lővi be. Jones, tanulj meg passzolni, könyörgöm. Az egy gyönyörű gól volt Pogbától, jó, mint semmiből jött. Egy-egy. Megérdemelten, két labdát adtunk igazából nekik a szélen. Az egyikből megindultak. Jó, Walcott. De úgy is van 2-1, erről van szó, egyből a kezdőrugásból. Gyönyörű. Walcott. Ott is van a harmadik. Hát egy nagy összevisszaságból született ez most, és nem is Walcott volt, hanem Willock. Jó, ez a kártya tetszik. Vége az első félidőnek. Hát mondhatjuk, hogy viszonylag amúgy magabiztosan vezetünk. Jobbak vagyunk. Az ott megszökött a Walcott, és a lövés ott is a negyedik, gyönyörű. Erről van szó, szép támadás. 56. perc, 4-1-re megyünk, lassan kiléphetne az ellenfelünk már. Del Piero, ott van, kapja, és 5. Föller, szerintem vége. Én úgy érzem, na nézzük meg, hogy mit gondol az ellenfelünk. Hát szerintem még nincs. Ő még csak cserélni akar.
vagy nem tudom, mit csinál. Remélem kilépett, mert ha nem, akkor nagyon ideges leszek. Win, oké. Király. Na meg is van a következő ellenfelünk. Nézzük a csapatát a fiúnak. Most én vagyok kíváncsi. Melié a kapuba. Iha. Fú, lehet nem kellett volna kíváncsinak lenni. Jobban jártunk volna. Azaz Volkot tőt, nem érik utol. És az meg kell legyen. Úgy is van, 1-0, gyönyörű. Jó, necces volt, de átemeltük Meliét, és a végén azért valahogy a kapuba juttattuk Volkottal. Szép. Föller. Lőjük el. Ott is van, 2-0, Rudi Föller. Jó. Szép volt. Hú, az baj. Az nagy baj. Esélyünk nem volt semmire itt. Még a mozdulásra se. 2-1, Jorginho. Xavi Alonso. Ott is van. 3-1. Erről van szó. Gyönyörű. Na, az öreg Alonso nem nagyon szokott gólt lőni nálam, de most megmutatta, hogy tud azt is, hogyha úgy van. Szép. Jó, első fél idő vége, 3-1. Kb. Ugyanúgy, mint az előző meccsen szerintem. Nagyjából amúgy hasonló is a mérkőzés. De Piero, legyen meg, ott is van a negyedik. Ez egy hatalmas hiba volt igazából a részéről. Meg mondjuk mi is majdnem elrontottuk, de szép volt. Uha, Ronaldo. Jó, szép, Butland. Ezt mondjuk megfoghatta volna, de legalább megvan. Oké, és azzal lehet is menni. Jaj, de elrontottam. Ezt nagyon elrontottam. Ezt is nagyon elrontottam. Jó, ott itt nincs is les. Maldini, és ott is van az ötödik gól. Gyönyörű, 5-1. És itt lesz a vége a mérkőzésnek. Bombas formas. Erről van szó, szép. Na, meg is van a következő ellenfelünk. Nézzük is a csapatát a fiúnak. Sesnyi, íha. Ez amúgy egy eléggé ötletes kis Serie A csapat. Nem lesz könnyű dolgunk. Vilok. És ott is van a vezetőgól. Joe Vilok. Jó kártya, megvesszük szerintem. Tetszik. Föller. És ott is a második. Erről van szó. Tio Volkott. Jó. Eddig jól állunk. Uha. Uha. Origi. Az nagyon szépen megszökött. Elrontottam a védekezést eléggé rendesen most. Kár érte. Pedig amúgy sokkal jobbak vagyunk egész mérkőzésen. Nem lett volna ezt most szabad bekapni, ezt a gólt. Na jó, ki is egyenlít az ellenfél mindjárt. Így is van, 2-2. Nagyon elrontottam ezt is. Fej. Föller, gyönyörű. A bomba fejes. Így is van, 3-2. Kellett nagyon. Fél idő vége, 3-2. Vezetünk, de ez lényegesen nehezebb ez a mérkőzés, mint az összes többi eddig, úgyhogy nagyon nincsen könnyű dolgunk. De az igyekszünk. Az jó. Föller, anyád. Na azért. Gyönyörű. Rudi Föller azért csak befejezte valahogy. Ezt nem tudom, hogy hogy ért bele a kapus. Az gyönyörű. Az kifejezetten gyönyörű volt az a gól. Jó. Tio Volkot. 4-3. Jó. Föller. Ott is van az ötödik. Erről van szó. Gyönyörű. Szép akció volt, Rudi Föller. Legyen meg Vieira. Gyönyörű gól. Rabiot. Szép volt nagyon. Szép. Jó, fújjuk le, Spori.
Itt a vége. Gyönyörű. És meg is van a quali. Szép volt. Na, hivatalosan is megvan, 20 pont. Feladjuk, és jöhetnek a rewardok, szokásos kis gyengécskék, de reméljük, hogy lesz benne valami, illetve még azt hiszem van 2 darab csomagunk a Balotelli-s SBC-ből, úgyhogy szépen sorba nyissuk is ki őket. Nézzük hát, ha valami komolyat fogunk tudni nyitni. Ez bordos volt egyébként. Theo Hernandez, nem rossz. Oké, és Premium Electrum Players Pack, nézzük. Ó, igen, Future Stars, kolumbiai, az ki, Plata? 86-os Plata. Jó van, arra jó lesz, hogy eladjuk, és legyen belőle egy kevéske zsetonunk. Na, Small Prime Gold Players Pack, nézzük. Valami hasonlóan jót? Nem, nem fogadni. Ez valami kis spanyol játékos. Nacho. Oké, és akkor 2 darab Rare Gold Pack. Befejezésül. Semmi, oké, akkor majd a másodikban lesz valami jó. Na nézzük, Rare Gold Pack azt mondja, hogy hát ebbe se lesz semmi, akkor ez most nem jött össze sajnos. Na mindegy, egy platát nyitottunk, kb. 20 000 coin lehet az értéke szerintem, de az is több, mint a semmi végül is, úgyhogy igazából nem panaszkodhatunk. Igazából már csak annyi van vissza, hogy holnap fut champs, szokásos. 2 győzelem szerintem, bár mondjuk megnézzük, mert valaki mondta, hogy a rank 7 az, ami érdemesebb lehet, ez a rank 7. Hát ezt nem fogom. Nem akarok 6 meccset nyerni. Elég a 2 is. Nos srácok, végeztünk a futchamps-szel, és 6-ot nyertünk, ugyanis nyertem gyorsan 2-t, ami ugye a minimum volt, illetve kaptam 2 győzelmet, és akkor úgy gondoltam már, hogy akkor legyen 6. Inkább, és legyenek jobb rewardok. Úgyhogy 6 győzelemmel, 7-es rank, 2 darab játékos, illetve 100 000-es, egy 50 000-es csomag és 15 000 coin. Na itt is van ez a 4, vagyis 2 pickünk, amit 4 játékos közül választhatunk majd. Nézzük is, egy jó Ronaldot dobhatna. A 88-as Rodri is amúgy megteszi, egészen korrekt, Fodernek tök jó lesz majd. És akkor most jön a Ronaldo, ugye? Nem. Guerreiro, 85-ös kártya, az se rossz egyébként, úgyhogy összességében elégedettek lehetünk vele szerintem. Not bad. Na de akkor a csomagok. 2 darab csomagunk van csak, amúgy nem sok. Egy 50 000-es és egy 100 000-es, azért nem rossz csomagok, reméljük, hogy valami értelmes lesz bennük. Egy informal kezdünk, aki spanyol, kapus. Egy 87-es David Soria. Az pacek amúgy. Nem mögötte semmi jó. Jó, nem baj, de amúgy ez így fasza. És akkor végül, de nem utolsó sorban egy 100 000-es csomag, ha már csak legalább annyira jó lesz, mint az 50 000-es volt, akkor elégedett vagyok. Nézzük, Léci. Ez egy sima kártya lesz, aki nem fog kisétálni, CDM. Hi-hi. Hát ez eléggé nagy visszaesés, azért valljuk be, hogy egy 83-as kártya a legjobb 24 közül. Hát jó, nem tudunk mit csinálni, ez van igazából. Így jártunk. Kicsit változtattam a csapaton, vagyis hát még nem, de, ja de, nem volt túl jó. Maldini ott szélső védőnek. A védekező feladatait tökéletesen ellátta egyébként. A támadásban volt nekem nagyon gyenge, és én azért szeretek felfutó szélső védőkkel játszani, ezért is játszok egyébként 5 védős rendszerben, úgyhogy kellett egy új játékos, úgyhogy Theo Hernandezt választottam. Smalling rohadt jó, úgyhogy ő mindenképpen maradni fog, és akkor ugye az volt az ára ennek a Hernandeznek, hogy Jones kikerült a csapatból nyilván. Butland annyira nem az igazi, úgyhogy azon gondolkozok, hogy mi legyen vele, de szerintem visszajön Manyen a kapuba. Ő nálam sokkal jobban muzsikált eddig, és igazából a chemistry maradt ugyanúgy 32, az lehetetlen tesó. Ha mi van, nem megy a matek FIFA. Na mindegy, Willock egyébként tök jó kártya, illetve Volkot se rossz, Pajé jobb nála szerintem egy kicsivel, úgyhogy amúgy lehet, hogy Pajét én szívesen visszahoznám ide.
viszont ez azt jelenti, hogy vilakat is ki kéne cserélni. Nagy valószínűséggel. Azt nem tudom, hogy ki jöjjön oda. Egy rábiót néztem, esetlegesen. Illetve itt van nekünk egy Benzemánk is, aki még lehet. Nem tudom, egyébként még kíváncsi vagyok erre az Elsharavira is. Őt is lehet érdemes lenne kipróbálni. Ő tudna ugye CF-et játszani, és akkor Föller lehetne csatár, ide pedig megvenném Rabiot mondjuk. Mert ő valami 30 ezer zseton is kb. Hát nem ugyanolyan jó statjai vannak, mint Benzemának, de azért hasonlít. Nem tudom. Még ezzel kísérletezek szerintem a jövő héten is. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Hát igazából ennyi lett volna szerintem. Ez az epizód a hétre. Remélem, hogy tetszett, és ha így van, akkor ne felejtsetek el dobni egy hatalmas lájkot, ha még nem tettétek meg, illetve iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!